Köszöntöm Önöket, Látrányi Viktória vagyok, ez pedig a Fehérvári Beszélgetések, és nagy szeretettel köszöntöm Demeter Zsófiát, akivel egy nagyon izgalmas témáról beszélhetünk, a Fehérvár anno negyedik részéről, megpróbáltatások után városfejlődés, ez a kötetnek az alcíme. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy szó kerülhet róla, a kötetről, hiszen több szempontból is mondhatjuk azt, hogy jó példa, mondjuk így csúnya a számból, hogy ez elhangzik, de mégis azt kell mondanom, hogy van egy város, most éppen Székesfehérvár, amely város 1990 óta fontosnak tartja, hogy egy ilyen típusú könyvsorozat meginduljon. 90-ben jelent meg az első kötet, és így már a negyedik könyvbemutatóján is túl vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy ez a város érdeklődésének a város szempontjából példamutató, és nem a saját munkámat gondolom rajta annak. De kétségtelen, hogy az első kötetnél, amelyet még Gerencsér Ferenccel készítettük együtt, ugye a fotóknak a gondozója volt, gyűjtője is, és hát akkor még repróztunk, ez az antivilágról szól. Hát nem gondoltuk egyáltalán, hogy ennek valaha is folytatása lesz. Pedig nagyon nagy volt a siker. Én például emlékszem, hogy csillogó szemekkel jöttek haza a szüleim a frissen megszerzett kötettel, és hogy tényleg valami hatalmas nagy szeretet is fogadta ezt a kötetet a fehérváriak részéről. Ja, ez volt a mi szerencsénk, hiszen érzékeltük ezt, hogy na végre Fehérvárra, ahol a régi Fehérvárról, és ugye akkor nem zártuk le, nem adtunk neki tólig időhatárt, hanem egyszerűen azokat a fotókat vettük sorra, elsősorban persze képeslapokat, amelyek egyáltalán voltak, és hát hol voltak? A múzeum gyűjteményében, miután mind a ketten ott dolgoztunk. Tehát nem volt nagyon-nagyon problematikus a válogatás és a dolog kitalálása, és a címet sem mi találtuk ki, hiszen előtte már megjelent a Budapest anno, tehát gondoltuk, hogy ez egy kvázi könyvsorozat lesz, így országos szempontból is. Az is lett, de sokan, illetve senki más nem jutott el a negyedik kötetig, csak Székesfehérvár. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a tanulsága. És változatlanul látom ezt az érdeklődést. Ugye a régebbi korokat, amikor már kötet feldolgozta, ez a harmadik kötet volt, ott itt fogta meg a nagymama a nagypapa kezét, vagy fordítva. Tehát akkor ez volt a hívószó. Ennél a kötetnél kétségtelenül az, hogy végigéltük. Én is, és velem együtt még nagyon sokan, illetve azok, akik csak a végébe kóstoltak bele, azok pedig érzékelték azt, hogy változás történt. De nem feltétlenül tudták megfogni, hogy mi is a változás, csak a saját szüleik életéből mondtak le bizonyos következtetéseket. Ugye 1944-től indul a kötet, és egészen 1948-al zárul. Először talán kezdjük az alcímmel, megpróbáltatások után városfejlődés. Ez volt a legnehezebb. Címet adni nem nagy kószt, mert ugye itt a sorozat az fontos, de ugye az előző köteteknél is igyekeztem valahogy a címet úgy választani, hogy kiderüljön, hogy miről lesz szó, hogy milyen merítés Fehérvárral kapcsolatban. Itt sajnos a megpróbáltatásokat kellett elővenni, még ha nem is nagyon, tehát nem nőtt a szívemhez ez a cím, de korrekt. Mert hiszen az első szőnyegbombázástól a sokadikon át és a háborús pusztításokon át, ugye 1988-ig tárgyalja a kötet a város történetét. Mondom így, bár aki kézbe veszi, az láthatja, hogy nem egy szokványos történelemkönyv. A kezdethez visszacsatunk már, hogy a kötet kezdetéhez, akkor a második világháború az konkrétan milyen károkat okozott? A legnagyobb kár természetesen látható volt, és
és érezhető volt, hiszen épületek mentek tönkre, utak mentek tönkre, kapcsolati háló ment tönkre, emberek élete áldozódott föl. Akik közben hazajöttek volna a frontokról, ugye, mert ehhez képest a háború az természetesen folyt. Tehát 1944 őszéig, késő őszéig Fehérvár a háborúban ilyen módon nem vett részt, de fiai, a családapák a frontokon harcoltak, és bizony rendesen megérkeztek már a szomorú táviratok is az egyes családokhoz. Ehhez képest ugye a háború maga, hadszíntérré válván Fehérvár, 1944 késő őszén, hát mint egy bombaként robbanva, szabályosan is, karácsonyán érkezett meg. Amikor is hatalomváltások kezdődtek, többszöri hatalomváltás, megérkeztek a szovjet csapatok, ugye akkor így hívtuk őket, és a német-magyar csapatok pedig kénytelenek voltak feladni a várost, aztán kezdődött még egyszer. És hát voltak olyan részei Fehérvárnak, elsősorban az Öreghegy, mondjuk a mai Videóton az akkori hát vadásztölténygyár és a könnyűfémmű, a fémműveknek a területe, amely stratégiailag is fontos volt, tehát az ellenségnek lerombolni is fontos volt, bárki volt éppen az ellenség. Ezek valóban többször is cseréltek gazdát, tehát nem tudok igazságot tenni azok között, a városi legendák között, hogy 7-szer, 17-szer cserélt gazdát Fehérvár, mert az egyes külvárosok ugye másként viselkedtek, attól függően, hogy honnan érkezett a támadás, a Duna felől, a főváros bekerítésére érkezett a támadás, vagy az visszafoglalásra. Aztán most vissza is csatolok arra, mert talán ez egy kicsit a múltat eltörölni gondolattal összefüggésben van, hogy ugye nem szép időket hozott Rákosi korszak, és a város szerepét vonatkoztatva pedig azt is gondolom, hogy hát az is egy ilyen jelzés értékű, hogy járás alá került be sorolásba a város, mint mondjuk egy falu, vagy egy pici kis település. Ez így volt, tehát a járási tanács alá tartozott, ugye tanácsi rendszer 1950-től, mint bármely székesfehérvári járáshoz tartozó falu. Hát ugye óriási a különbség, hiszen szabadkirályi város, törvényhatósági jogú város, ezek egyenértékenek. A fővárosa. Igen, és aztán egyszer csak hopp, ugye. Magyarázat azért van, természetesen a Rákosi féle esztelen iparosítási politika, amiből következik az, hogy a megyében két nagyon fontos nagyipari oktrojált beruházás indult el, Dunaújvárosi és Inotái. Inota akkor még Fejér megyéhez tartozott, mire felépült az erőmű addigra már Veszprémhez. Tehát egyszerűen nem is telt volna rá, nem is lett volna rá kapacitás, emberi és anyagi kapacitás sem, hogy Fehérvárt folytassák. A másik indok az megint csak Rákosi korszakából következik, hogy klerikálisnak, ellenségesnek, retrográdnak minősített város, az, hogy nemzettörténelmi fővárosa, az ugye a szitok szóként ott hátul azért megbújt, az nem fejlesztendő, az visszafejlesztendő. Ugye sikerült is, hiszen járás alá helyezték. Ebből a szempontból is Nagy Imre programja jelentett változást, hiszen Nagy Imre reformprogramja egyrészt leállította a nagyipari beruházásoknak az esztelen szintjét és a túl gyors kibontakoztatását. Másrészt viszont ugye, hát csak egyszer csak kiderült, hogy hát azért a kukoricaföldön azért később lesz mindenféle infrastruktúra,
itt Dunaújvárosra célozok természetesen, mint ott, ahol már volt. Tehát egy modern nagyváros egyszerűen a közlekedési lehetőségekből, a logisztikai pályából, a szürke állományból nem vonható ki. Nem lehet, hogy az egyszerűen nem használjuk. Hát mert egy tolvonással gyakorlatilag. Igen. Egy tolvonáshoz tartozott az is, hogy aztán 1954-ben járási jogú lett, tehát egy járással azonos jogállást megfelelően felelő igazgatási apparátust kapott, aztán ugye a korszakunk, a tárgyalt korszak végén megyei város lett, és aztán megyei jogú város ugye napjainkban. Tehát a rang emelkedése is azzal egyszerűen mérhetők azzal, hogy mennyi figyelem, mennyi fejlesztési akarat, milyen státuszt folyik rá, milyen státuszt gondolunk el róla. Ez mind kirajzolódik a kötetből, csak úgy, mint az 1956 után elinduló iparosítási folyamat, fogalmazhatok így, lakásépítések és egyáltalában ez az egész iparosítási kép. Igen, a leglátványosabb ebből a szempontból, de azért azt nem csak a pozitív oldaláról, tehát ami megvalósult, nem csak arról az oldaláról lehet megfogni, hanem nyilván a negatív oldaláról is. Ugye, hogy a TSZ-ek szervezésével a falvak kiürültek, a falu elveszítette legalábbis a magángazdaságok, a mezőgazdasági gazdálkodás, önálló gazdálkodás elveszítette a terepét. Az iparosítás ez egy fontos lépés volt Fehérvár életében is. És ugye itt nem is volt szokatlan, hiszen a csitári korszak végén mindazon nagyipari struktúra elődje megteremtődött, amelyet aztán a 60-as években, már ugye a Kádár korszakban tudott az állam fejleszteni, és tudott különös hangsúlyt fektetni rá. Tehát megalapozódott a vadásztölténygyárral, a Videoton, a repülőgép motorgyárral, az Icarus, amikor már közúti járműgyártásról volt szó, az alumínium feldolgozással, az alumínium gyártással, ugye a köfém azóta sok-sok változáson ment át, és egyet el szoktunk ebből a sorból felejteni, a Danubia motorkerékpárgyár előde volt, ugye később lett KSG színköszörű gyár néven. Még hozzá csatolhatjuk talán a Felmeyer gyárat, mint elődött, és a sok-sok néven, Pamut Color, stb. Néven jelentkező textilüzemet. Ezek mind egyszer csak már a hozzánk közelebb eső korszakokban, már a 70-es években a nagyipari kategóriában találták magukat. Az első három az természetesen, mert egyszerűen első kitétel az volt, hogy hányan dolgoznak ott. A második kategória, tehát a KSG és a Pamut Textil vagy Colorit, az úgy került bele ebbe a kategóriába, hogy a nagy összevonási sorozatokban, megalomán nagyvállalat gyártásban az ország különböző üzemeit vonták össze egy igazgatással, és így egyszer csak hoppá, nagyipari üzemek lettek. Ez egy fontos lépés volt azonban mindegyik számára, hiszen hát másként folyt a beruházás, másként folyt Hát más elbírálás más, alá estek, mondhatjuk igen, ezt igen, talán és, így. És volt egy nagyon sajátos és érdekes dolog, amire úgy nem nagyon szoktunk már emlékezni, hogy ezeknél a nagyipari üzemeknél, tehát ennél a 60-70 gyárat tartalmazó országos kategóriánál, ugye az állam viselkedett úgy, mint egy holding. Tehát egyik gyárának
a nyereségét ugye be tudta fektetni a másik gyárának a fejlesztésére, vagy pedig az ellátásnak a fejlesztésére, vagy bármilyen állami kitűzött politikai célra fel tudta használni. Tehát ugye ezek az üzemek a legnagyobbak voltak, a legjobban szerepeltek a május 1-i felvonulásokon, óriási díszleteket tudta vívni, de nem voltak a saját bevételeiknek az urai, ugye? Tehát nem, ezzel állambácsi gazdálkodott. Ez nagyon fontos dolog, hogy amikor ebbe belekerül valaki, akkor hát mint egy elveszti a kontrollt az egész fölött, és természetesen a legfelsőbb vezetők is, mert utána nem ők ővelük foglalkozik, illetve hát az ő jövedelmüket majd a holding elosztja. Érdekes dolog, mert éppen a gyárak meg a nagyüzemek kapcsán találkoztam én azokkal a véleményekkel, hogy ez roppant mód érdekli az embereket, hiszen a mi korunkban történt, úgymond a mi időszakunkban a közelmúlthoz tartozik, és amiket említett is ezeket a gyárakat, talán nem is volt olyan fehérvári család, ahol valamelyik családtagnak ne lett volna kötődése a Videótonhoz, az Ikarushoz, vagy még sorolhatnám, tehát, hogy így nagyon közel áll az emberek szívéhez, még hogyha említette is, hogy nehezen a korábbiakhoz képest úgy érzi, hogy nehezebben olvasható, áttekinthető az anyag, mégis az emberek számára meg valahogy pont emiatt, mivel az ő idejükben történt, közel került. Kapott ilyen visszajelzéseket? Igen, nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam, és hogy visszatérjek a nyitó mondatra, többnyire csillogó szemmel tekintenek ezekre a daliás időkre a mai emberek, mai közép és korú és idősebb emberek, hiszen ez volt a fiatalságuk. Ez volt az építő korszak, tehát ez egy nagyon fontos lelkileg, és hogy én azt a csavart oda csavartam, és ettől kijött a szállítószalag végén a busz, és az a busz holnap elmegy Kuvaitba, és mindenki jókat mond az Ikarus buszokról, tehát ez egy fontos dolog, ez megadja a munka értelmét is. Az ünnepek is fontosak, és minden létező emlékezetes pillanat is nyomon követhető a kötetben. Hát én nagyon remélem, hogy nyomon követhető, és azt is remélem, hogy aki nagyon keresi, azeket a nyomokat meg is találja benne, mert például az ünnepeket egy ilyen fejezetbe rejtettem bele, de nem csak a hivatalos, és főleg nem az állami ünnepekről van itt szó, mert azoknak a rendszerét is érdemes vizsgálni, hogy mikor ünnep, március 15-e is, mikor nem, és miért nem, és mikor megint. Tehát ez is érdekes, de ez egy bekezdést ér csak meg. Viszont Fehérvárnak voltak olyan ünnepei, most itt nagyon tágan értelmezem az ünnepet, amikor különböző mértékben ugye felkerült valamilyen nézettségbe, valamilyen ismertségbe. Például a 72-es, a 1000 éves székesfehérvári ünnep sorozat, az fontos dolgot tett, még ha nem is épült meg minden, amit akkor elhatároztak. Fontos dolgot tett, kinyitotta a belvárost. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt városfejlesztési szempontból érdemes nézni. Hogy megépítette a háromágút, stb. Tehát sok mindent tudunk erről. Mondom, nem minden épült meg, de nagyon érdekes, és itt egyszerűen, mintha rátapintottam volna arra nagyon egyszerű összefüggésre, hogy a mi kis történetünk, itt a kicsi kis fehérvári történetünk, hogyan ágyazódik bele a világtörténetbe. Ugye 72, előtte mindent elhatároztunk, nagyon sok, nagyon érdekes dolgot, és aztán ugye a nagy része nem valósul meg, de hát tudjuk, hogy 73-ban ugye az olajválsággal ezek egyszerűen eltörlődnek, és hát természetesen nálunk is következményekkel járnak. Az ünnepekkel soroltam következőként azt, amikor felkerülünk Európa térképére, ugye a videóton meneteléssel, hát igen, ez nem tehát, kérdés. Igen, tehát nem kérdés, de akkor az embereknek szinte tapinthatóan
volt ez az érzése, hogy úristen, ott fociznak a Real Madrid stadionjában. Hát, hát ma is lihegünk rajta, és ma is, ha egy ilyen szituáció előkerül, ugye mostanság előkerül, akkor visszaemlékezik mindenki, hogy ja, hát persze, a Videóton utoljára. Tehát ez egy fontos dolog volt. Nagyon fontos dolog volt, és azt hiszem, hogy kellett hozzá ez a 700 napos utazás, Fannándor és Gál Józsefnek az utazása, amikor a világ térképre kerültünk föl, ugye. Hittük is, meg nem is. Elindultak, na jó, hát 20 ember elbúcsúztatta őket, de hál' Istennek ott volt már a Fehérvár TV a búcsúzáskor, és felvételeket készített róla, és egész végig egyre növekvő figyelem kísérte. Tehát én, mint magánember is természetesen emlékszem a hétfő délutánokra, a Ross Stuart számmal elkezdődő tudósításra arról, hogy hát hol járnak éppen Fannándor és Gál József, és hát a nevet, a saját nevüket is természetesen, az eseményt, hát vitték az egész világon. Ez egy utólag is olyan lelkesítő dolog, hogy hát ünnepszámba vettem, ebbe a fejezetbe tettem bele. Ünnepszámba vettem a nagyobb sportsikereket is, és ünnepszámba vettem, és azzal zártam le tulajdonképpen a kötetet, az 1988-as Szent István évet, amely, hát ez is csak utólag derült ki, és tulajdonképpen történészként kicsit élesebb szemmel kellett volna vizsgálnom az események sorában is, hogy mennyire új dolgok hallatszottak ki ebből a dologból, ebből a 88-as Szent István évből, ugye Szent Jó beérkezése. Hát egy fantasztikus dolog, nem véletlen, hogy 40 ezer ember szorongott a Romkert környékén. Romkert, ugye először nevezzük nemzeti emlékhelynek akkor. Bejönnek a történelmi zászlók. Ma egy szokásos díszlet állami ünnepeken. 1988-ban még azért. Igen, ez egy újdonság volt. Itt a főtéren, ugye akkor Szabadságtérnek hívjuk, a főtéren az államfő Strofev Bruno éppenséggel, ő tartja az ünnepi beszédet. Olyan félmondatai vannak, ugyanakkor a püspök úrnak, Szakos Gyula püspök úrnak, olyan félmondatai vannak a Szent Jobb fogadásakor és az ünnepségen, amit először tartanak a Romkertben, ugye Szent István sírjánál, tehát csupa újdonságot mondtam, olyan félmondatok hangzanak el, hogy utólag érzi az ember, hogy hát itt bizony nagyon változásban volt a világ. Nem biztos, hogy észleltük akkor azokban a napokban, de hogy ilyen sűrű Szent István légkörben éltünk, neves emberek, neves zenék, neves irodalmárok, neves relikviák teremtek az utcán, ez egy rendkívül fontos dolog volt. Bobori Zoliék előadták, nem színpadszerűen, hanem részleteiben az István a királyt a bazilikában. Hát azért akkor a változások szelem mondhatjuk azt, hogy igen, azért igen. Itt volt. De meg kell mondani egészen őszintén, én be kell, hogy valljam, hogy a napokban nem éreztem a változást, csak azt, hogy na végre valami. De most utólag olvasva ezeket a szavakat, ekkor látom, hát hiszen, hát persze, itt sokak éreztek már, és készítettek valamilyen változást. Annyira jó belefeledkezni a könyvbe, viszont sajnos a műsoridőnk véges. Egy fontos és érdekes téma még engem foglalkoztat, főleg így, hogy előkerült a kötetben nagyon sok érdekesség, meg személyes történet, és nyilván számos kutatást végzett, és éppen itt a Fehérvár televízióban hangzott el Sasvári Csilla kolléganőm közreműködésével, hogy ugye Óman Béla által alkotott a Magyar Vitéz szobra, ami egy ilyen vándorló szobor is volt Székesfehérváron, mégiscsak tudható, hogy kit ábrázol, Zrínyit.
mit tudunk a szoborról, a kutató munkája során előkerült-e, akarták-e, hogy így hívják, egyáltalán milyen néven szerepelt? Ezzel kapcsolatban nem bukkant esetleg valami érdekességre? Érdekes találkozásaim voltak ezzel kapcsolatban is, bár akkor persze nem gondoltam 20 évvel ezelőtt, hogy erre kellene rákérdezni, de mégis úgy történt, hogy Schmidl Ferencnek, aki a 30-as évek, 40-es évek elejéig a városi, mondjuk főépítész volt, akkor éppen más beosztása volt, de ő határozta meg tulajdonképpen azt, hogy mit és kivel dolgoztatunk, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, és nagyon jó barátságba, mondhatom, hogy személyes barátságba került Óman Bélával. Ezt a lánya mesélte, amikor erre a 100 éves évfordulós kiállításra készültem, felkerestem, Bándi Jánosnéról van szó, aki hát sok mindent mesélt, sok képet adott, iratot adott az édesapja megemlékezéséhez. Akkor volt szó erről, hogy Óman Béla az ő személyes ismerősükké vált, hiszen 6 műve található Fehérváron, 38-ban ugye a Kálmáncsei szobor, aztán a főutcán a OTP bank domborművei, aztán hát a Magyar Vitéz is, az Országalma, tehát tele vagyunk, ja, és még majdnem elfelejtettem, hogy a Prohászka emlékmű, amelyet Weihinger Gárollyal, mint építésszel együtt készített. Tehát a 38-43 közötti idő, az végül is a belvárosi szeletünket Óman Béla igenis meghatározza. Például a Schmidléknek a villáján is, amit Schmidl Ferenc tervezett a saját családja számára, álma is, Várkörút 7, egy Óman Béla szobor van, egy Szent József szobor, amit a családi tisztelet miatt került oda erre a házra. Ma jól látható, levették róla a folyondárt, úgyhogy ma ismét jól látható ez a szobor. Tehát mondhatom nyugodtan, hogy ez egy jó családi kapcsolat volt, munkatársi kapcsolat is Schmidl Ferenc és Óman Béla között. Tehát Bándi Jánosné mesélte, hogy az ő nagy szobájukban történtek a megbeszélések, és amire ő akkor még süldőlánykaként emlékezett, az a Vidézi székháznak az építése vagy tervezése volt. A Vidézi székházat Schmidl Ferenc tervezte. Ő híres volt arról, hogy a kilincsekig bezárólag mindent megtervezett, tehát azt, hogy mivel díszítjük, ugye természetesen Óman Béla díszítette, és Óman Béla készítette el a Magyar Vitéz szobrát. Most én nem tartom egészen véletlennek, hogy nem azt a címet adták neki, hogy Zrínyi Miklós, hanem azt a címet, hogy a Magyar Vitéz, hiszen először is az alkotó határozza meg a címet, másrészt pedig a megrendelő. És ugye ez volt a szokás is, hogy a vitézi székházak nem csak Fehérváron épültek, hanem példának tudom hozni Balassagyarmatot, az én nagyapám is szobrokat készített az ottani vitézi székházra is, és a 7 vezért készítette el, de nem az van odaírva, hogy Álmos Elődön Kuntáshoba töhötöm, hanem hogy a 7 vezér a magyar vitézek. Tehát ez volt a szokás is. Magyarul a vitézi székházra, ugye a magyar vitéz allegóriája, alakja került. Nyilvánvalóan Óman Béla választotta ki hozzá Zrínyi Miklós teljes joggal, semmi probléma azzal, hogy az ő arca kerül vissza. Nem is hiszem, hogy mi vagyunk az elsők, akik felismertük, hogy ez tulajdonképpen Zrínyi Miklós, de az alkotó joga meghatározni azt, hogy mi a címe a szobornak, a Magyar Vitéz. Valóban vándorló szobor itt-ott, amott láttuk a történelem folyamán, és még azt kell, talán érdemes megjegyezni, hogy a vitézi székház is áll,
Csak hát 1970-ben pásztor, most hirtelen nem tudom, Lajos, talán Lajos tervezte a szakszervezeti székház néven ismert irodaházat, amit úgy elijetettek. Tehát az a vitézi székház csak a Berényi út felől, illetve a lakótelep felől látható, hogy egyáltalán milyen típusú épület lehetett, és a bejárat felül konzolon állt a magyar vitéz szobra. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghallgatást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!